Köszöntöm nézőinket! Önök a Művészváros című magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban szó lesz a Szentendrei Teátrum idei évadának izgalmas előadásairól, de ellátogatunk a skanzen épülő erdélyi tájegységébe is. Tartsanak velünk! Idén is izgalmas programokkal készül a Szentendrei Teátrum. A szerdai sajtótájékoztatón volt alkalmam beszélgetni az alkotókkal, akik mélyebben is beavattak az előadásaikba. Szükségünk van a színházra. Az elmúlt hónapok gondterhes időszaka után talán jobban, mint bármikor. Kell, hogy kiszakadjunk a megszokott szürke hétköznapokból, hogy belecsöppenjünk egy másik világba. Hogy egy-egy előadás után elgondolkodjunk, magunkkal vigyünk valamit, vagy csak azt érezzük, hogy könnyedebbek vagyunk és felszabadultabbak. A Szentendrei Teátrum sajtótájékoztatóján az idei évad izgalmas előadásainak alkotóival beszélgethettem. De kezdjük az elején. Az Orlai Produkciós Iroda évek óta működik együtt városunk színházával. Honnan indult ez a szerelem? Szentendrével, a Szentendrei Teátrummal nekem gyerekkoromba kezdődött a kapcsolatom, amikor még a főtéren volt a nézőtér, ott volt a színpad, a tejbolt előtt volt a színpad kialakítva a kocka köveken, és minden nyáron, lévén, hogy tahitott fogva töltöttem általában a nyaraimat, ennek minden nyáron bejöttünk, néztük a próbákat, és bámultam, csodáltam ezt a világot, és hogy hát ez milyen izgalmas, milyen szép. Úgyhogy itt kezdődött valamikor, de természetesen, mint produkciós irodával, az első közös produkció, amit Szentendrére találtunk ki, az 2006-ban volt, a 6-7-6 tánc című produkció, Vári Évával és Kulka Jánossal a főszerepben, ami ott indult el a világ körüli útjára. Természetesen, hisz azért ez 260 előadás ért meg, és az első előadás annak itt volt Szentendrén. Ez még Perési Barnabás volt akkor az igazgatója a Szentendrei Teátrumnak, aki ugyan nagyon hosszú ideig vezette, irányította, bábáskodott, alakította ki az arculatát, és nagyon sok köszönhető szerintem mai napig neki. A későbbiekben aztán kialakult egy együttműködés, 2012-13 óta van az, hogy minden évben egy-egy új produkcióval jelenünk meg. Van, amikor két bemutató, van, amikor egy bemutató, de több előadás. Ez az év is ilyen lett volna. Ugye itt mutattuk be a Római Vakációt, a Happy Endinget, a Nóra 2-t, a Becéző szavakat, a Párterápiát, tehát elég sok közös élményünk volt már. Vagy a Mi és Őket, ami pont itt a Ferenci udvarban volt. No, tehát az idei éve július első hetében lett volna a Határátlépések című produkciónak a bemutatója, ami a benne szereplő színészek saját igaz történeteibre épül, és a határainkról szól. Arról a határainkról, amit az elmúlt időszak, a Covid, a pandémia, hát igencsak kitolt, illetve megcincált, tehát nagyon aktuális anyag készült, de sajnos ez az előadás elmaradt, remélem, hogy évad közben majd a Művelődési Központba tudunk ezzel az előadással jönni, szeptemberben tudjuk csak bemutatni. Viszont szerencsére a másik tervezett bemutató, Didier Caronnak a Hamis Hang című előadása az megvalósul, az itt lesz, a Ferenci udvar, nagyon szép udvarán, sok nagyon-nagyon, igazán nagyon-nagyon fontos anyag, kicsit pszichoszthriller jellegű, tele meglepetéssel, nagyon sok mának szóló üzenettel. Az idei teátrum házigazdáját, Nagy Dániel Viktor színművészt, Vasvári Csaba színművésszel, Didier Caron Hamis Hang című fordulatokban gazdag, izgalmas darabjában láthatjuk augusztusban. A feszült, óramű pontosságú francia kamaradarabot a Liza a Róka Tündér című nagy sikerű film rendezője, Új Mészáros Károly állítja színpadra. Egy ilyen nagyon izgalmas, krimi szerkezetű dolog. Annyit mindenképpen el lehet mondani így röviden talán a kezdetekről,
hogy van egy Vasvári Csaba által játszott karakter, aki egy karmester, aki Francia-Svájc szimfonikus zenekarának a karnagya. Pont nemrég nevezték ki a berlini filharmonikusok élére, és az ő egyik esti koncertjén megjelenik egy nagyon furi alak, aki először még csak autogramot kér, aztán egy fotót szeretne, és innentől tovább nem mondom, és egy nagyon érdekes dolog indul be a két ember között, és ennek egészen komoly drámai végkicsengése van. Ez a próba folyamat egyébként nagyon jó. Tehát, hogy nagyon jó szerintem a hangulat, és nagyon, nagyon izgalmas a munka együtt. Szerintem van egy-két nagyon furcsa, hasonló jellemvonásunk a színészekkel. Tehát mind a hárman nagyon aprólékosak vagyunk, nagyon belemélyedünk a dolgokban. Egy és sem hangzik úgy el, hogy nem tudjuk, hogy mi van mögötte. Ezért ez nagyon jó hangulatban zajlik. Azért is, mert mind a hárman nagyon szenvedélyesek vagyunk abban, amit csinálunk, és nagyon jót akarunk csinálni. Úgyhogy nyilván ez a hajtóerő, ez mindenkiben ott van. De tényleg valahogy ez egy ilyen nagyon teremtő légkörű dolog van. Már az olvasó próba után volt egy beszélgetés itt Szentendrén nem olyan régen, és már akkor azt mondtam, hogy ez annyira jó volt ez a megbeszélés, hogyha sehogy se sikerül ez a darab, már ezért a pillanatért megérte, hogy három ember mondja, hogy mit gondol a darabról, és hogy ez mennyire egyfelé húz, ez ilyen nagyon, nagyon jó dolog. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas darab lesz. Én amikor elolvastam a szövegkönyvet, rögtön a pszichotriller jutott eszembe, és a krimi. Aztán ahogy boncolgattuk az előadást és a szövegkönyvet, egyre másra derült ki, hogy mennyi mindent hozzá tudunk még rakni saját kútfőből, nagyon fontos elemeket. És itt főleg a karakterekről és a karakterrajzra gondolok, mert a történet és az, amit közvetít és képvisel, az önmagában egy nagyon fontos és nagyon súlyos kérdés. Emiatt nagyon jó, hogy színpadon lesz ez az előadás. Ahogy azt hallottam, hogy Károly is említette, egészen már az olvasópróba óta egy olyan fajta közös szellemi munka és egy közös szellemi átjárhatóság alakult ki közöttünk, ami mindig nagyon nagy élmény, amikor az ember alkot, nem csak színházat, bármit. Az összekapcsolódásnak az élménye, hogy egy közös ügy érdekében mindenki a legjobb tudása és tehetsége szerint hozzárakja a sajátját. Már önmagában ezért, ahogy ez a próba folyamat alakul, és ahogyan írjuk ezt az egyre izgalmasabb és egyre rétegeltebb előadást, mert írjuk is közben, ugye, ahogy alakítjuk a szövegkönyvet, a saját ötleteinket a karakterrajzon keresztül belevisszük az előadásba. Tehát ez már egy nagyon, nagyon fontos dolog, ez a fajta együttmunkálkodás. Színészileg pedig, ahogy azt a sajtótájékoztatón is elmondtam, tapasztalataim szerint, bár most vagyunk még a közepén csak a próba folyamatnak, de az már kiderült, hogy ez egy nagyon nagy falat és nagyon nagy vállalás színészileg is, nem csak témáját tekintve. Én a Leszámolás velem című monodrámámat tudom példaként mellé állítani, amit itt is játszottam a Ferenci udvarban már, hogy tudom milyen az, amikor egyrészt nagyon nagy a szövegmennyiség, és amikor súlyos maga mondani való az előadásnak. Itt ez még egy picit hatványozottabban van jelen, mert mivel ketten vagyunk benne, ezért bizonyos kottához, hogy így fogalmazzak, ragaszkodni kell. Tehát nincs meg az a fajta szabadság, mint egy monodrámában megvan, de nem is akarok nagyon szakmázni. Azért is nagy kihívás, mert egyre nagyobb léceket teszünk fel a Újmészáros Károllyal és a Vasvári Csabával, amiket mi azért akarunk megugrani, nem csak azért, hogy minél hitelesebb legyen, hanem tényleg a legjobb tudásunk szerint minél húsba vájóbb legyen az előadás, minél igazibb és minél pontosabb. Én is megkérdeznélek téged, ha már így vagyunk, hogy te miért választottad ezt a darabot, vagy miért gondoltad úgy, hogy ezt most meg kell csinálni, és hogy neked mi a tapasztalatod az elmúlt 3 hétfényében?
Engem általában egy darabnak a filozófiai síkja fog meg, és ezt a darabot barátom látta Párizsban, és ő mesélt nekem a darabról, és mivel a francia intézettel elindult egy együttműködés pár évvel ezelőtt, ennek volt egyik állomása tavaly előtti tavaszi fesztiválon a kulisszák mögött, a Rózsavölgyi Szalonnal közös produkció, és a francia intézet segített ennek a produkciónak a szakmai előkészítését, és én láttam egy olyan filozófikus tartalmat, ami engem privátin is mindig nagyon izgat, a múltunkkal való viszonyunk. Szembesülünk-e a múltunkkal, vagy nem, vagy eltitkoljuk a múltunkat, tehát hogy mi van velünk, hogy jutunk odáig, ahol vagyunk, és milyen utak nyílnak meg előttünk azáltal, hogy feldolgozzunk azt, ami mögöttünk van, vagy nem dolgozzuk fel. A színház egy társas játék. Ahhoz, hogy valami értékes szülessen, nem elég a tehetség. Szükség van a rendezőtől a hangtechnikusig az összes résztvevő lelkiismeretes alkotó munkájára, az empátiára és az egymásra hangolódásra. Újmészáros Károly a sajtótájékoztatón elárulta, hogy akár színházi darabot, akár filmet rendez, minden esetben nagy hangsúlyt fektet a próbákra. Azt is elmondta, hogy hivatásának egyik legizgalmasabb része a színészekkel való kommunikáció, a közös alkotás öröme. A színházban is, meg a filmben is, úgy általában szerintem az ilyen társas módon történő alkotásban tényleg az a legizgalmasabb, amikor az emberek agya összekapcsolódik, egyfajta szuper agyá, de minden, és magában a produkció mindenki tehet bele valamit, nincsenek megtiltva a hozzászólások, minden szabadon áramlik, és ez egy fantasztikus dolog, és hogyha ez működik, akkor már eleve iszonyúan élvezetes ezt csinálni. És valahogy azt érzem, hogy ez valósul meg a kezdetektől fogva nálunk így a próbákon, és ez nagyon, nagyon jó, és ennek azt remélem, hogy egy nagyon izgalmas és érdekes előadás, és drámai előadás lesz a végeredménye, amit a nézők is élvezni fognak. Mert ugye én, mint rendező, egy színházi próbafolyamaton csak ülök, mint egy néző, és nézem, hogy mit hoznak a színészek, hogy oldanak meg bizonyos dolgokat, és ugyanúgy reagálok csak a darab ismeretével nyilvánvalóan, mint egy néző, hogy nekem az, mint néző, tetszik-e vagy nem, vagy merre menjünk inkább. Úgyhogy remélem, hogy a nézők is értékelni fogják majd a fáradozásunkat. Most vagyunk a próbafolyamat közepén kb. Szerintem egész jól állunk. Még van egy darab egyharmada, amit még én nagyon elemző módon át fogunk rágni, és utána már csak gyakorlunk, és szegény színészek, nagyon, nagyon keményen kell dolgozni. Attól függetlenül, hogy ez egy úgynevezett csonka évad lesz, azt gondolom, hogy színeiben ugyanazt tudja hozni, mint az elmúlt éveknek a műsora, vagy a műsor összeállítása. Én azért emelném ki nyilván a hamis hangot, mert ebben vagyok benne, mint alkotó, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk a nézőket erre az igazán fontos és nagyon izgalmas előadásra, de bátorítok mindenkit, hogy lapozza föl a műsorfüzetet és válasszon, mert érdemes végigböngészni, hogy mi a kínálat idén. Egy kaotikus világban mi értelme a színháznak? Hátradőlhetünk-e, miközben pusztul a világ körülöttünk? Tudunk-e egyáltalán önfeledten játszani? És baj, ha tudunk? Ezekre a kérdésekre keres válaszokat Szárdár Tagirovszky rendező a Függöny című darabban, melyet a Színház és Filmművészeti Egyetem és a Szentendrei Teátrum együttműködésében ősbemutatóként láthat a közönség augusztus 14-én. Ez a darab Molière társulatáról szól, és azután játszódik, hogy Molière meghalt, és kb. Eltelt egy hét. Ez félig meddig dokumentumokon alapul ez a darab, és félig meddig fikción. Össze van törve a társulat, és nem lehet tudni, hogy mi lesz velük. És nem lehet tudni, hogy akkor ők most tudják-e folytatni egyáltalán a vezető Molière nélkül, aki behozta őket a király udvarba. És közben különféle érdekek vannak, hogy hogyan folytassák. Nagyjából ez az alapsztori. Folyamatosan alakul
kult maga a darab ötletet, volt erre egy világjárványi időnk, és mi most igazából a valóság nagyon sok témát tud adni nekünk, nagyon sok lehetőséget, és most ezzel tudunk játszani. Szóval, ami Molière korában történt, és ami most történik, az igazából nincs nagy különbség. Sajnos, szerencsére, nem tudom. A lényeg, hogy mi most a fájdalmat jobban érezzük, mert személyesen minket érint ezt a világot. De igazából az ember az mindig ember, és ugyanúgy éli meg. Ugyanúgy mindig azt hiszi, hogy az övé a legnagyobb fájdalom. És igazából mi csak azzal foglalkozunk, hogy mi történik konkrétan Molière társulatával, és ez pont elég a valósághoz. Talán még több is. Nem találtunk ki jobb címet. Azért, mert a függöny az valamit sejtett. Tehát valaki állhat a függöny mögött, valami van a függöny mögött. Ha följön a függöny, akkor valami történik. És igazából ez a színháznak a parafrázisa, ez a színháznak a lényege, hogy mi történik a kulisszák mögött, mi történik a függöny mögött, és ezért nagyon érdekes, hogy az életben is ugyanúgy függönyök vannak. Tehát, hogyha én például sétálok valahol, és mondjuk nem találkozom veled, vagy nem találkozom mással, addig én egy bizonyos függöny mögött helyezkedtem, és minden képek sorozata, minden újabb színpadi képek sorozata, ami az én szemem előtt van, vagy akár a te szemed előtt van, és az, hogy mi hogyan éljük meg a valóságot, ez nagyon érdekes, mert például ma egy kedvesebb álmom volt, tegnap volt egy keményebb álmom, és utána felkeltem, és hirtelen kinyitottam ezt a függönyt, a szemhéjamat, és azt éreztem, hogy Úristen, most valami ott maradt a függöny mögött bennem, az álmaimból. És ez nagyon megérint engem, és az napomat befolyásolja. Még akkor is, ha néha nem emlékszem az álmaimra. És azt hiszem, hogy mindannyian ilyen álomszövetek között mozgunk, és igazából ezek adnak nekünk egy ilyen kezdőlöketet a világra. Nem pontosan idézem Shakespeare-től, hogy mi mindannyian ugyanabból az anyagból vagyunk, amelyekből az álmaink születnek. Szerdár Tagirovszkira rákészülnek a színházak. A Kazányban született rendező egyáltalán nem szokványos módszerekkel dolgozik, megpróbálja olyan helyzetekbe, játékokba hozni a színészeket, amelyek arra hivatottak, hogy előhívják az érzelmeiket, felszabadítsák a képzeletüket, vagy ami talán még fontosabb, szeretné megéreztetni velük, hogy ne kreáljanak karaktereket. Írta róla korábban Adorján Beáta dramaturg. Bevallom, a beszélgetésünk alatt én is azt éreztem, hogy Szárdár Tagirovszki máshogy látja a világot, mint a legtöbb ember általában. Jó volt elmerülni gondolatmenetében. Most mondtam a sajtótájékoztatón, hogy egy pillanatra egy belém eszmélt, hogy Úristen, megint egy sajtótájékoztató, és valahogy kell viselkedni, mert ott vannak veled szemben az emberek, és valahogy néznek, és akkor tudod azt, hogy valami okosat kell mondanod, és akkor azt érezsz, hogy ez egy csapda. Ezt régebben is érezhettem volna, de egy világjárvány után ez már tényleg nagyon abszurdá vált, és én azt hiszem, hogy most már nagyon abszurdá válik, hogy hogyan kell viselkednünk. Tehát ezek a kell dolgok, ezek átalakulnak, lehetnéké, lehetne valami más, lehetne valami új dolog, lehetne valami új lehetőség, lehetőség. Valami lehet, és azt hiszem, hogy ez rajtunk áll, hogy mi mennyire akarunk ezek között, a lehetek között mozogni, vagy mennyire akarjuk azt mondani, hogy valahogy kell csinálnunk ezt a szakmát, valahogy kell csinálnunk ezt az életet, valahogy kell csinálnunk a saját szerepkörünket, amiben saját magunkat társadalmilag belekényszerítjük. És ha mi emögül a függöny mögül ki tudunk olykor-olykor lépni az élet színpadára, akkor azt hiszem, hogy akkor bővül az eszköztárunk, bővül
a képzeletünk, mert a valóság sokszor merészebb tud lenni a képzeletnél. Néha álmomban azt érzem, ezt még hozzáteszem, hogy látok például álmomban egy épületet, vagy egy természeti tájat, és azt érzem, hogy úristen, ez gyönyörű, de nem tudom megfogalmazni. És ahogy itt most próbálom neked elmondani, vagy bárkinek, akár magamnak, nem tudom megfogalmazni. Nem lehet. Tehát nem lehet azoknak sem, akik ott ülnek, és most néznek a tévében, pedig ez már egy elmúlt felvétel. Nem lehet ezt megfogalmazni, viszont pontosan érezzük, hogy ez a valóság. Nem az a valóság, amit én most mondok, hanem az a valóság, amit mi éppen tudunk érezni egymás között. És arra nincsenek szavak, és azt hiszem, hogy ezt a valóságot, ahogy mondtam, hogy a valóság merészebb tud lenni a fantáziánál, a valóság az megtaníthat arra, hogy új módon tekintsünk egymásra. Adott esetben új módon tudjunk tekinteni mondjuk egy színházi előadásra, tudjunk nyitottabbak lenni, és azt tudjuk mondani, hogy most én megmerem engedni magamnak azt, hogy kipróbáljam úgy, ahogy eddig elképzelni sem tudtam, és azt mondjam magamnak, hogy nézzük meg, hát ha működik. Hogy el tudjunk tölteni 2,5 órát egy olyan párbeszédben, amiben nekünk van valami mondani valunk, legalábbis teszünk erre egy kísérletet, és azért, hogy megtanuljunk új módon beszélni egymással, attól még, hogy ti nézők vagytok, vagy önök nézők, akik éppen nézik az előadást, attól még önök ugyanúgy az alakítói és résztvevői ennek az egész folyamatnak, és önök nélkül nem lehet. Ezért érdemes ellátogatni a darabra a rendező szerint. És hogy mit láthatnak még a nyári évad során? Még egy előadás tudott beleférni az idei nyár programjába, az Grecsó Krisztián Megyek utána című darabja. Tavaly Grecsó Krisztiánnak a Mellettünk című előadása volt itt Szentendrén, most meg nagy örömmel az ő írott anyagából készült előadást láthatja majd a közönség. Bíró Bence készítette a színpadi szövegkönyvet, és Mészáros Béla, Kurtaniké és Baki Dani játsszák a főszerepet, egy felnőtté válás története, és mint minden Grecsó darabnak természetesen önéletrajzi indítatása van. A Szentendrei Teátrum városunk ékszerdoboza. Ezt vallja Orlai Tibor is, aki megfogalmazta mai témám tökéletes zárósorait. Nekem gyerekkorom óta van a szerelmem a teátrummal, és ez remélem, hogy nagyon sokáig fog tartani. Én hiszem és tudom, hogy a Szentendrei Teátrum az egy rendkívüli kincs. Egy kincs, amit nagyon kell vigyázni. És én nagyon kérem a szentendreieket, hogy óvják ezt az intézményt, amit úgy hívnak, hogy Szentendrei Teátrum, mert a kultúrára mindig szükség van. És Szentendre egy kultúrváros. Itt annak a milliónek, annak, amitől ennyi turista jön Szentendrére, azért, amennyire ennyire szeretnek sokan Szentendrén lakni, amennyire ennyire többen költöznek ki Szentendrére, a teátrum is részese. Úgyhogy, ahogy a Ferenci udvar, és egyéb a Malom, sorol a Barcsai Múzeum, a Kovács Margit Múzeum, nem tudunk úgy menni, hogy ne találkoznánk szebbnél szebb dolgokkal. Tehát óvják, vigyázzanak ezekre az örökségekre, és építsék tovább. Ez a legfontosabb. Az épülő erdélyi tájegységben vezetett körbe minket dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója.
Fehérek az unitárius templom falai a Skansen erdélyi tájegységében, ahol már látszódnak a jövő múzeumának épületei. Minden ház egy-egy történetet mesél majd az utókornak a Nagy Magyarország területéről. A tervek szerint a most épülő város és a hozzátartozó falu Erdély Trianon utáni időszakát idézi majd fel, amikor még jelen vannak a mindennapokban a magyar feliratok, de már románul is ki kell írni mindent, mert nem marad el a büntetés. Jelenleg mintegy 150 múzeumi munkatárs dolgozik azon, hogy az új tájegység minél előbb elkészüljön. Az építkezés két része osztottuk, az első az 2022. március 15-ére kell, hogy elkészüljön, és akkor szeretnénk ünnepélyes körülmények között átadni. Ebbe beletartozik majd a teljes városi épület együttes, ez 6 épületet jelent, úgy mint postahivatalt, nyomdát, divatárúbolt, lesz benne egy ügyvédi lakás, amit Kós Károly tervezett, lesz benne egy hatalmas Marosvásárhelyben levő korzó kávéház, ami kétszintes épület, lesz benne ügyvédi lakás, tehát különböző, és lesz benne városi torony is, az igazi Csiky Sörgyárnak a szállító tornya. A városhoz kapcsolódik egy falu, abban most jelenleg 7 portát fogunk átadni, már épül a homorodalmási lakóház, sőt majd, hogy nem már teljesen készen van, a 100 épület, a 7 falusi épület együttes, lesz Balavásáról egy épületünk, lesz Csíkból egy épületünk, és lesz Szilágyságból is egy épületünk, ezen kívül iskola, művelődési ház, kocsma teszi majd ezt, és ez a templom fogja majd teljessé tenni azt az egész dolgot. Mostani információink, vagy adataink szerint, tudásunk szerint ez mintegy 24 kiállítási egység lesz. Most ez a portát értem ez alatt. Ebbe sok-sok 1000 négyzetméternyi kiállítás lesz. Ugye ebben a templomban, ahol álltunk, nem is olyan régen, még a pandémia előtt, ez lesz a központja ennek a tájegységnek, hiszen ez egy szakrális épület, ez a nyárárgávalvi unitárius templomnak a hiteles másolata. Itt mögöttem lesz az egyik karzat, itt velem szemben a másik karzat, ott lesz egy szép orgona. Mindez a berendezést ezt a hétvégén megtekintjük, és július végére be is szerelik már a berendezést, a kazettákat, a szószéket, az egyebeket, és hát most már a pandémia engedi, hogy a harangot is áthozzuk, mert ezt felvidéken öntötték nekünk, ezt a szép 150 kilós harangot, ami majd itt fogja a látogatókat és a híveket idehozni. A Skansen jelenlegi állománynak teljes munkatársi gárdája dolgozik itt valamilyen szinten. Van 24 tájegység felelős, vagy épület felelős néprajzos, vagy történész, aki ezzel dolgozik, hozzá kapcsolódik 4-6 építész, utána a restaurátorok, a nyilvántartási szakemberek, digitalizálás, kommunikáció, már hát minden épül mindenre, és hát most ugye gyönyörű időszakot élünk, mert nem csak az épületek látszanak már, hanem már most a dizájnerekkel már arról beszélgetünk, hogy ha majd belépünk az XY helység jobb oldalába, akkor ott éppen egy hologram fogja várni a látogatót, vagy egy hangzó, vagy egy lépőkapcsolóval éppen valaki megszólal, vagy egy fényképből monitor lesz hirtelen, és azt fog elmesélni bizonyos történeteken. Tehát már mi már látjuk nagyon sok helység, nagyon sok kiállítási egység esetében, akikkel együtt dolgozunk, hogyan is fog ez majd kinézni, milyen formációk is lesznek itt, milyen tartalmak lesznek. A kivitelezést az egy európai szabvány szerinti közbeszerzés alapján egy fővállalkozó készíti, vagy végzi, és a mi mérnökeink és a műszaki szakembereink egy folyamatos kontrollal hívják le azokat a műszaki tartalmakat, amiket nekik meg kell valósítaniuk. De akkor még nem beszéltem olyanokról, hogy tavaly előtt már Csíkban végig kellett menni a mérnökeimnek egy erdőben, és ki kellett jelölni, hogy azt a fát, azt ki kell vágni, mert ebből lesz majd az a szép gerenda, vagy ebből lesz egy keresztmestergerenda, vagy egy éppen egy szarufa.
Azt kivágták, egy évig szárították, utána megmunkálták, vagy most is vannak csapatok, akik 10 000 számra hasítják a zsindeit nekünk, meg a drányicát, a nagyobb formátumú zsindeit, vagy éppen most kaptam, nem olyan néhány nappal kaptam a hírt, hogy Marosvásárhelyen 2 régi gyárépületet bontanak, és annak a tégláját hozzák át a mi városi épületeinket, hogy a korabeli legyen ez az anyag, amit fel tudunk használni. Tehát ha így vesztük, akkor ez még több 100 ember, aki kapcsolódik hozzánk. Az első olyan komplex állandó kiállítás épül a Skanzenben, amely Erdély és a Partium épített tárgyi és szellemi örökségét, mint egy évszázadon átívelő időszakban mutatja be, a magyarországi múzeumok közül a legnagyobb összefüggő tárgyi, szöveges, fénykép és film adatbázis összegyűjtésével. A Skanzen minden egyes épületen, mint Csebben a tenger, képviseli önállóan egyedileg azt az épületet és az abban levő családot, de ugyanakkor az arra a vidékre, arra a régióra, kis tájra vonatkozhatatva és általános ismérvekkel rendelkezik. És amikor az ember végiglátogat ebből a speciálisan kiválasztott épületek között egy tájegységben, gyakorlatilag egy hiteles képet kap arról, hogy ezen a vidéken hogyan is éltek. Tehát amikor az Erdélyt elkezdtük kutatni, akkor tudtuk, hogy ez a magyar népi építészetben egy önálló terület, az úgynevezett keleti házvidéknek a területe. De ez nem egységes, ebben rengeteg kis táj, rengeteg kis érdekesség van. Tehát jött az építészeti szempont, ennek alapján 21 néhány kisebb tájegységet alapított, jelenítettünk meg és választottunk ki. De közben kiderültek a történések, meg a kulturális jelenségek. Hát a szék az nem hagyható ki, hiszen a széki táncház, a muzsika, a zene, hát a kalotaszeg bizony nem hagyható ki, mert a kalotaszegi zene, a tánc, a viselet, a népművészet, hát a sóvidék, hát Erdély só nélkül elképzelhetetlen. Erdély csík nélkül és a székelykapu nélkül elképzelhetetlen. Tehát így jöttek a szászok nélkül elképzelhetetlen. A románok nélkül elképzelhetetlen. Az örmények nélkül elképzelhetetlen. Tehát az építészeti szempont és a társadalmi kultúrtörténeti szempontok, mikor találkoztak, ezeknek az eszenciája jelenik meg igazából egy portán, vagy egy kisebb tájegységet bemutató épület együttesben. Az Erdélyt bemutató tájegység illeszkedik majd a Skanzen többi területéhez. A társadalmi különbségek is megmutatkoznak majd a Partiumot is bemutató új részben, aminek központi eleme a templom, a sétáló utca és a kávéház lesz majd. Ez a tájegység, ez egy választóvonal, ez egy továbblépés lesz az eddigi Skanzen módszerhez képest. Egyrésztről továbbra is megmaradnak az enteriőrök, de ezek az enteriőrök már a mai kornak megfelelően kiegészülnek olyan interaktív elemekkel, akár digitális vagy audiovizuális eszközökkel, amelyek az értelmezést jobban elősegíthetik. Lesznek benne tudod-e pontok, vagy tudtad-e pontok, ami azt jelenti, hogy ehhez hasonlóan minden látogató, amikor, mint hogy a nyakamban van ez a névkártya, minden látogató majd a tájegységben egyébként valaha élt ember azonosságát megkapják, személyi azonosságát megkapják, és ez a kis kártya nem csak arra tesz lehetőséget, hogy megismerkedjenek közelebbről is egy emberrel, ezt már a gyakorlott múzeumnézők holokauszt múzeumokban, egyéb múzeumokban láttak már ilyesmit, tehát ez egy világon bevett gyakorlat, de ezen lesz egy adathordozó is, és lesznek a házaknál olyan pontok, ahová ezt be kell dugni, és a látogató saját maga érdeklődésének megfelelően letölthet arról tartalmakat, ami őt jobban izgatja. És amikor kifelé megy majd a kiállításból, akkor ezt beteszi egy gépbe, és vagy felküldi a felhőbe, vagy elküldi magának a saját honlapjára, vagy a saját e-mail címére, és akkor ennek alapján össze tudja gyűjteni a tárgyakat. De nem csak a hagyományos berendezési forma marad, sőt igazából ezt egy kicsikét feloldjuk, és nagyon sok esetben felülírjuk az eddigi skanzenológiai elképzeléseket, és olyan elemeket teszünk bele, ami gondolkodásra készteti. Most az előbb mondtam például a Csikis hölgyában azt a szárító tornyot. Ez egy alig 24 négyzetméteres alapterületű szűk torony, ezért most abban nem lehet kiállítást csinálni, mert ott hogy lehet felmenni, hogy lehet lejönni, az tömeg, zsúfoltság. Nem ezt fogjuk csinálni, hanem összenyitjuk.
és az egy négy emeletnyi szint van együtt egy térben, és megkérdezzük, mert felajánlottuk Részek Botond művész úrnak, akit Szentendrén is jól ismernek, aki Csíkszeredában él, és egy kortárs művészet eszközeivel fogalmazza meg a városiasodás és a modernizáció lényegét ebben a térben. Megszámozva érkeznek az egykori országrészből az épületelemek új helyükre, Szentendrére, hogy itt emlékeztessék az utókort egy eltűnőben lévő időszakra. Az építkezés a tervek szerint halad, de akadnak még megoldandó kérdések az igazgató szerint. Teljesen elégedett vagyok. Nyilván van egy drukk az emberben, azért az építőipari kapacitások, vagy sok esetben az egyéb előre nem kalkulálható problémák, azok megakasztanak bennünket, de hát ennek ez a szépsége ennek a munkának, hogy menedzselni kell, válságstábokat kell szituációkban hozni. Most éppen egy kormánydöntésre várunk, mert kiderült, hogy bizony még forrásbevonásra van szükség, de már közben már valami kiderült, hogy az nem jól tervezték meg, ott valamit át kell alakítani egy másik épületnél. A hatóságok akadékoskodnak, hogy hogyan tüntessük el itt a villanyvezetéket, és már nem tudom, hanyadik kört futjuk ezekkel, tehát hogy ezek megvannak. A skanzen történetében még nem volt olyan, hogy ne készült volna valami határidőre. Tehát bízom erősen ebben, tehát a rizikó az rizikó mindenféleképpen. Folyamatosan emelkednek ki a földből az épületek a területen, hogy a jövő évben átadhassák a Szabadtéri Néprajzi Múzeum új erdélyi tájegységének első ütemét. Végezetül pedig egy programra invitálnám önöket. Július 11-én szombaton 18 órai kezdettel Szövetelünk címmel tartanak beszélgetést a Ferenci Múzeumi Centrumban híres textilművészekkel. A beszélgetést Bodonyi Emőke kurátor vezeti. Várnak mindenkit sok szeretettel. Én megköszönöm mára a figyelmüket. Legyen szép hétvégéjük, viszontlátásra!